Üdvözöllek! Képeket weboldalakon ugye elég gyakran használunk, viszonylag ritka az olyan weboldal, ahol semmilyen kép nem lelhető fel. Így természetesen a WordPress weboldalunkon is gyakran használatra kerülnek képek, vagy hát éppen ritkábban, de ugye eléggé jellemző, hogy egy weboldalon képeket használunk. Ahhoz, hogy egy weboldalon használhassunk képeket, többféle megoldást alkalmazhatunk. Az egyik, hogy közvetlenül csak itt találom, kiválasztok egy képet, közvetlenül megadjuk a képnek a linkjét a weboldalunkon, megmutatom, hogy igen, értem. Tehát ugye itt van, ezen a linken jelenik meg. Csak ez az a probléma, hogy mi van akkor, hogyha eltűnik ez a kép, vagy változik az elérése, akkor a weboldalunkon a kép nem fog megjelenni, ezért ez nem nagyon jó megoldás. A másik megoldás, hogy letöltjük ezt a képet, jobb egérés képment is másként. Letöltjük, aztán akkor feltöltjük a weboldalunkra. A WordPress esetén ezt megtehetjük például egy új oldal hozzáadása során, vagy akár közvetlenül a médiatárba is fel tudjuk tölteni. A dolgot nehezíti az, hogyha ezt a képet át kell nekünk alakítani, például átméretezni, vagy például csak egy részére van szükségünk. Hát ilyenkor ugye az kell, hogy letöltjük, és akkor egy képszerkesztőben szerkesztéseket elvégezzük, és elmentjük, majd úgy töltjük fel. De azért ez egy viszonylag komplikáltabb folyamat tud lenni. Ennek a problémának a megoldására, illetve az elkerülésére van egy bővítmény. Vándoroljunk rá a bővítmények új hozzáadás menüpontba, és keressünk rá arra, hogy Image Elevator. Erről lenne egy szó, telepítsük fel. Kapcsoljuk be. Rendben. És akkor itt meg is jelent ennek a menüje, ahol tulajdonképpen kapunk is egy bemutatót. Itt az történik, hogy amikor kimásolunk egy képet, vagy annak egy részletét, akár egy weboldalról, vagy akár egy képszerkesztőből, ahol esetlegesen már különféle módosításokat elvégeztünk az adott képen. Itt feltöltésre kerül rögtön, ahogy beillesztjük a szerkesztőbe, feltöltésre kerül a mi tárhelyünkre. Tehát innentől kezdve nincs az a probléma, hogy ha egy másik weboldalról linkeljük, és onnan eltűnik, akkor a mi weboldalunkról is eltűnik. Illetve ugye az egész folyamat gyakorlatilag automatizálásra került, tehát például kimásoljuk egy képszerkesztőből, akkor nem kell nekünk elmenteni, meg ide áthúzni, vagy feltölteni, hanem egyszerűen csak egy Ctrl-V, és már is a tárhelyünkön van a kép. Az adott esetben átalakított, effektezett kép is természetesen. Ez akkor azt kéne tenni, hogy például egy új oldalt hozzáadunk, új hozzáadása. Itt van valamilyen tartalom. Mindegy mi. És akkor most nézzük meg ezt úgy, hogy ennek a képnek csak egy részére van szükségünk. Van a Windowsban ez a képmetsző, hogyha neked nem lenne itt a tálcán, akkor a Start menüben rákeresel, és meg fogod találni. Ezzel ki tudjuk másolni a képernyő egy részét, tehát amit éppen itt látunk. Új, és akkor kimásolom, de mondom, ez lehet akár egy képszerkesztőben is, ahol kimásoljuk az effektezett átalakított képet, és akkor ezt felengedem. Ezzel ez kimásolásra került rögtön. Visszamegyünk ide, Ctrl, és látod, hogy meg is jelent az az animált kör, ami jelzi, hogy éppen a feltöltése történik ennek a képnek, és ha most átváltunk a HTML-be, akkor itt van az SRC-ben, valóban, hát igen, ez a mi saját tárhelyünkön van most már ez a kép. És ráadásul ugye azt is meg tudtuk tenni, hogy nem kell nekünk egy képszerkesztőbe betölteni, megnyitni ezt a képet, hanem egyszerűen csak kimásoltuk valamilyen módon, akár egy részét, vagy akár a teljes képet, hogy jobb egérrel kattintunk rá, akkor a kép másolása. És akkor itt van gyakorlatilag. Látod, ez is feltöltésre került a mi saját tárhelyünkre. Persze ezekkel azért lehet különféle módosításokat elvégezni, például át lehet méretezni. Hát igen, most itt van egy ilyen probléma, hogy látható, hogy az eredetit is ide beillesztette, erről lenne egy szó, ez nem a mi saját tárhelyünk. Hát igen, ennek van egy ilyen jellegű problémája, mindig a felső, az első kép az eredet, de azt ki lehet törölni, és akkor csak a mi saját tárhelyünkön lévő példány marad meg. Én igazából ezt az egy problémát tapasztaltam ezzel, valamikor gyakrabban, valamikor ritkábban, de elő szokott jönni, de úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ez még így is sokkal nagyságrendekkel gyorsabb, mint egy képszerkesztővel szórakozni, vagy lementeni a képet, és akkor utána feltölteni. Hát azért ez
kategóriákkal úgy gondolom látványosan gyorsabban elvégezhető, főleg, hogyha csak a képnek egy részére van szükségünk. Kimásoljuk, és akkor... Hát most kitörlöm, ezt is nem kell. Beillesztem, hát igen, most nem másolta be az eredetit. Ennek van egy ilyen problémája, mondom, nem mindig jön elő. Ha most megnézzük, akkor látható, hogy ez megint a saját tárhelyünkön van. De amúgy mindig jól működik. Mondom, az egy baja van, hogy néha az eredeti képet is beilleszti ez mellett. Tehát az mellett, amit feltölt a saját tárhelyünkre. Hát ez tulajdonképpen így működne. Én úgy gondolom, hogyha egyszer hozzászoksz, akkor utána ragaszkodni fogsz ehhez a bővítményhez.